újabb csarnokkal bővül a Mohácsi Ipari Park. Egy Európai Uniós projektnek köszönhetően alakítják ki a 2600 négyzetméter területű építményt. A pályázat kezdetén 450 millió forinttal számoltak, azonban a plusz költségek miatt a kormány 130 milliós reálemeléssel segítette a kivitelezést. Az ünnepélyes alapkőletételen részt vett György László, gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár, aki azt mondta, most kezdődnek azok a folyamatok, melyeket még a koronavírus járvány idején támogatott a kormány, vagyis a cégek beruházásai. A válság alatt 2000 milliárd forint támogatást adtunk a vállalkozásainknak két feltétellel, ha megtartják a munkavállalóikat, és hogyha nem halasztják el a beruházásaikat. Azok a vállalkozások, akik ezeket az összegeket kapták, részben már megvalósították a beruházásukat, részben pedig erre a lehetőségre várnak, erre a felkészültségre várnak, és ezt szeretnék a maguk lehetőségeként megélni, hogy az ilyen üzemcsarnokokba beköltözzenek. Az eseményen elhangzott, hogy a legfontosabb infrastruktúra körülöttünk épül meg. Az M6 befejezése az gőzerővel zajlik, épül a nagy kereskedelmi kikötő, ami az egész ipar szempontjából nagyon lényeges pont, és gőzerővel készítjük a kelet-nyugati összekötést Pécs-Szeged között, és ennek centrumában egy kétszer-kétsávos Dunahíd fog állni. Ez az az infrastruktúra, ami térképre teszi Mohácsot, ami logisztikai fejlesztésekre ad lehetőséget. Ezekkel a beruházásokkal ugyanis Mohács és térsége a kereskedelmi útvonalak bázisa lehet, tette hozzá Hargitai János. A most épülő csarnok pedig további vállalkozásokat vonz a városba. A nagyobb alapterületű épülettel az a cél, hogy nagyobb cégek is bérelhessenek területet az ipari parkban. Köszönjük